Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Hitrádió sajtóklubja, és nagy szeretettel üdvözlöm a kedves vendégeket, Király Tamást, a Hitrádió felelős szerkesztőjét, az Ultrahang alapítóját, műsorvezetőjét, szia Tamás! Sziasztok! És itt van velünk Longower András, az Ultrahang főmunkatársa, szia András, téged is nagy szeretettel üdvözöllek! Szerusztok! Mi újság, hogy vagytok, hogy készültök? Másfél hét és az Egyesült Államok a választ. Hát sok magyar lehet, hogy felteszi a kérdést, hogy ez hol érdekel bennünket, ti mivel érvelnétek? Én az a tapasztalat, hogy legalábbis négy éve is így volt, hogy a választásokig nem annyira érdeklődtek a magyarok az iránt, hogy mi történik Amerikában, és a választásokat követően pedig napokig, vagy hetekig uralta, sőt, hát ugye január 20-a beiktatás. és Lászban az ott szerintem viszont, az embereket. Úgyhogy egyébként lesz majd a Hit Rádiónak választási műsora is. Na, mesélj el egy kicsit. November 5-én este lesz egy ilyen rövidebb bejelentkezés, és másnap november 6-án pedig reggel, tehát engedjük Aludni a hallgatókat. Szintén lesznek kapcsolások, elemzések, úgyhogy készülünk az amerikai Helyszíni tudósítások is. Lesznek, lesznek? Amerikából Vá. is többen. Igen, a már megszokott vendégeink is ígérték, hogy kimennek, forgatnak, beszélgetnek. Úgyhogy sok. Minden Várj, ha ki meg. lehet menni, Na, <laughs> Vannak, akik kint vannak, és akkor az ha, úgy kis pénz kis mégis... is. Uh -huh. Én nem lenne rossz egyszer elmenni így. Kint. Most pont láttam, hogy a hetektől kulifai sárra kint van Floridában, ezt a hetek Facebook oldalán láttam, úgyhogy... Ők is nagy, nagy erőkkel pénz, nagy készülnek, foci. <laughs> igen, igen. Andris, te hogy, hogy várod az amerikai elnök elnökválasztási eredményeket, mire számítasz? Lesz-e egyáltalán gyors eredmény szerintetek? Ö, én azt hallom, hogy szoros lesz, legalábbis az elemzők azt mondják, hogy szoros lesz. Egyébként, hogy belemehetünk a sokba is, és oda nekem van egy ilyen koncepcióm. Még nem menj bele, mert én nem ezzel a témával akarok kezdeni, ez csak egy bemelegítő kérdés De véletlen lett kérdés, volna. Van, igen, kérdés. igen, igen. Ö, szóval, hogy ugye például tavaly az, vagy négy éve az volt, hogy reggel hatkor kezdődött a rádió élő műsora, a Petrőc Kati vezett, és akkor én tízkor váltottam, és átjött Morvai Péter, és emlékszem, hogy közben fordult meg az eredmény és ott a Péter irogatott nagyon lázasan, meg minden, és néztük, hogy mi történik. Előfordulhat, hogy itt is. ez Én lesz. arra emlékszem, hogy nagyon lassan csurogtak az eredmények, és főleg az ilyen nagyon sorsdöntő, billegő államokban, órákra megállt, igen. és nem lehetett tudni, hogy mi történt egyszer csak valami, igen. Pont ez a Georgia Wisconsin ilyen Így van, igen, igen. igen, igen, A nyolc évvel ezelőtt én meg arra emlékszem, hogy lefeküdtem úgy, hogy ezt úgyis megnyeri a Hillary Clinton, és felkeltem, és Trump lett az Egyesült Államok elnöke, és így le voltam döbbenve, hogy mi történik. Te még biztos baba voltál, úgyhogy nem emlékszem, hogy nyolc éve, éve, éve Nem. Volt. nem az az akkor Andriska, még... akkor iskolába járt. Nem, nem, az akkor az azért, azért én, én ott követtem már azért az eseményeket. Igen. Tudtam, Köszönöm szépen. Nem, egyébként bennem igazából fenntartások, meg egy minimális aggódás van azért a választásokkal kapcsolatban. Az azért már most látható az eddigi kampányból, hogy semmiképpen sem szokványos az amerikai választási kampány. Most szerintem azért az sokat elmond a kialakult helyzetről, hogy hónapokkal a választásokat megelőzően cserélték le a demokraták a Donald Trump a McDonald's-ban mér krumplit, a stb. stb. Tehát lehetne sorolni a, a különböző szűrűségeket. Nem értem, már. hogy ezzel mi a baj, de ebben most baj, akkor baj, baj ne is, vele. is van egy jó. Baj nincs, baj nincs. Tehát arra, külön kitérhetünk, szerintem egyébként zseniális húzás volt részéről. Viszont, viszont, a szűrűségét akartam csak illusztrálni az esetben. Miért szürreális, hogy... akkor itt most lebegtetjük ezt igen. az izgalmas És a Mekihez is lesz majd egy izgalmas mondat. Jó, Ö, igen, meg az érdekes ételeivel Na, ezt is Azt akartad elmesélni? majd akkor elmesélheted, de akkor váltsunk BRICS mert ugye azért ez egy nagyon izgalmas ö, esemény, ami most zajlik ugye Kazányban, és ö, azt látom, hogy a média egy része igyekszik nagyon ö, pontosan beszámolni ezekről az eseményekről, egy másik része, mint hogyha meg se történne. Szóval, hogy feltenném azt az alapkérdést, hogy szerintetek van jelentőség ennek a csúcs találkozónak, és hogyha igen, milyen szempontból? Ott van a kínai elnök, az indiai miniszterelnök, a, a brazil elnök, ugye ez e, online kapcsolaton, mert valami baleset érte éppen, ugye a török elnök, az orosz elnök, azért, hogyha megnézzük, akkor ez a világ lakosságának egy nagyon nagy... Az ENSZ főtitkára, aki meg is kapta emiatt magáét magáit az ukráinoktól. Hogy került oda? Ugye ez egy nagyon jó kérdés, hogyha például az Európai Unió rendezvényeire mehet az ENSZ főtitkár, akkor mehet -e a BRICS-nek a rendezvényére az ENSZ főtitkár. Ugye ezek az államok, ezek tagállamok is, többen a biztonsági tanácsban is benne vannak. Azért ez a világ lakóinak egy nagyobb részét teszi ki, mint amennyit nem tesz ki. És nekem az a én nem vagyok szerelmes sem Oroszországba, sem Kínába, és pont emiatt aggódva is figyelem az eseményeket. Csak kicsit az az érzésem, hogy a nyugat teremtette azt a helyzetet, hogy olyan új szövetségi rendszerek keletkeztek, amiből ezt látjuk, hogy Kínától Brazíliáig, Indiától Oroszországig felsorakozik egy, egy új... Hatalmas tömb. Ugye 30 ország szeretne a BRICS-hez csatlakozni, deklarálták azt, hogy ők soha nem fognak szankciókat kivetni egymás ellen. Az a cél. Hogy az áru meg a piac működjön, és, és ezek jelentős gazdasági nagyhatalmak, meg középhatalmak, akik most ott vannak, olyanok is, mi, akik egyébként az USA-val is jó kapcsolatot ápolnak, Szaudarábia, India. Igen. Figyelem, hogy mi történik, és az van, hogy ha beszélünk itt világrendváltásról, vagy új világrendről, akkor ez szerintem az új világnak az egyik pólusa. Tehát, hogyha, hát ők nyíltan vállalják, hogy ebből az egypólusú világrendből elegük van, és legalább két pólusút szeretnének kialakítani. És ha megnézed, akkor nem kérdés. Tehát ha mondjuk összehasonlítjuk az európai út, Unió Strasburgi vitájával, ahol ugye arról beszélgettek, hogy Magyarországon a diktatúra van, meg arról, hogy most itt a Brixen hogyan beszéltek kőkemény gazdasági kérdésekről, valuta kérdésről, energetikai kérdésekről, nyersanyag felhasználásról, stb., akkor az egy hatékonyabb ülésnek tűnik, amit ott lefolytatnak. És ez egyébként ez az aggasztó. <hül> Ugye az, az, is egy nyílt céljuk talán, hogy a dollárnak ezt a fajta gazdasági hegemóniáját megszüntessék, de vajon mennyire vannak már kész, kitervelt ötletek, vagy alternatív megoldások? Ötleteik vannak, csak hogy ezeknek a rendszereknek a felépítése az nem két nap, de nem is egy év, nem is kettő, nem is három, nem is öt. Tehát, hogy a, most pont egyébként a beszélgetést megelőzően tettem le a telefont Kusai Sándorra, és egyébként ő volt az, aki kifejtette, hogy... Tehát nagyon komolyan uh, kell venni azokat a terveket, amiket lefektetnek, csak azt is hozzá kell számolni, hogy uh, ő például a, a dollár alapú világrend kialakulását hozta példának ugye 45 után, mondta, hogy az körülbelül 15 évbe telt, míg kialakult, és uh, ugyan egy felgyorsultabb világban élünk, ezt már csak én teszem hozzá, de ettől függetlenül ő is azt mondta, hogy uh, nem e, várható az, hogy ez egy nagyon gyors folyamat lesz, viszont ettől függetlenül elindult, és megállítani már nem lehet. A Tamás itt használta az aggasztó kifejezést, és egy kicsit én, én is annak tartom. Milyen szempont? Nagyon sokan ünneplik ezt a világrend megbomlást, meg hasonló uh, dolgokat, és én ezt, ezt az aspektust is megértem. Tehát uh, ha valaki mondjuk erről beszél, és mondjuk kicsit így a komment szekcióban is néha érzem ennek az ilyen, beszéltünk ugye itt a buborékosodásról, ebben is van egy ilyen jellegű aspektus, hogy az emberek ennek nagyon örülnek, és igazából minden áron azt akarják, hogy az USA bukjon. Csak ugye az van, hogy... hogy bukjon vagy gyengüljön? Az a baj, hogy ugye tehát előbb vagy utóbb most ez egy mély témát nyitnak ide, azért az, hogy elkezd gyengülni, az előbb vagy utóbb, tehát valamilyen irányba halad. És ha gyengül, akkor az egy előbb-utóbb bukáshoz fog vezetni, ilyen vagy olyan módon. Tehát nem azt jelenti, hogy megszűnik létezni, de mondjuk a világ vezető hatalmaként lehet, hogy bukni fog. Most ez csak egy ilyen tágabb értelmezés, de hogyha elindul egy gyengülési folyamat, az ugye valamire vezet. És ez a fajta ilyen szurkuló, szurkulódás, amit ugye ott a kommentek között szoktak sok esetben, meg bizonyos más emberektől is hallok, az azért szokott egy picit zavarni néha, mert összintén szóval engem inkább aggodalommal meg egyfajta ilyen szomorúsággal tölt el az, hogy Indiának, Kínának, Oroszországnak kell megmutatni azt, hogy hogyan kell helyes gazdasági lépéseket hozni, meg hogyan kell megfelelő pragmatikus gondolkodásmódot tanúsítani. Mert azért tegyük hozzá, hogy azért az elmúlt években tehát az évtizedeken keresztül a nyugat volt ennek a meghatározó vezetője. A nyugat által teremtett életszínvonal, berendezkedés, stb. az volt a minta, ami után szerettek volna más országok becsatlakozni, és ahova szerettek volna tartozni. A nyugat viszont, ugye, ugye emlékezünk vissza, volt az a pont, amikor ugye Oroszország is ehhez a vonalhoz szeretett volna csatlakozni, azt arról egy különadás lehetne gyártani, hogyha nem engedték azt, hogy Oroszország nyugatiasodjon. És ugye az van, hogy végeredményben az egy mégiscsak egy szomorú tény, hogy a nyugat egy ideig példaként volt ö, a világ számára fölállítva, és persze, tehát értem én, hogy a jogállamisági kérdések sokszor idegesítőek, tehát én ezt én is meg tudom érteni, hogy amikor az Európai Unióban mindenből politikai fegyvert kovácsol, szóval ettől függetlenül azért nem biztos, hogy mondjuk Indiába vagy Kínába szeretném élni az életemet. És vagy és, Igen, és ugye azt, a, azt látni, hogy ezek az országok, amik egyébként sokkal most le, 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 hátrányosabb helyzetből indulnak millió tekintetben, persze erőforrások, se többi lehet mérlegelni, de hogy alapvetően nem onnan indul, ahonnan a nyugat. Azok az országok ar arra döntésre jutottak, hogy mostantól kezdve számunkra már nem példa a nyugat, nem a, a, nyugati berendezkedés az, amit ők példaként hát így a demokrácia sem Igen, és példa pont, pont, ezért. És, ez kicsit, és persze a demokrácia sem Isten, de azért azt egy kicsit szomorúnak tartom, hogy a nyugat egyszerűen annyira belebonyolódott a saját ideológiai marhaságaiba, meg mindenből is politikát csinált, hogy a, a voltak országok, akik ezt megunták, és elkezdték megalakotni a saját dolgaikat. És ez, ez egy, és ez egy, ja és akkor még egy utolsó aspektus tennék hozzá, aztán visszaadom nektek a szót, hogy a Kusai Sándor, ugye az interjút egyébként majd meg lehet hallgatni az Ultrahang csatornáján, ez itt a reklám helye. Vasárnap. Vasárnap. De ettől függetlenül ö, ö, fontos volt, amikor Kusai Sándor azt is kiemelte, hogy ez egy megállíthatatlan folyamat. Tehát például az, hogy a, a mostani találkozón már beszéltek a Swift rendszer lecseréléséről, stb. Ez elindult. És az Egyesült Államok pedig most már lépéskényszerben van, tehát valamit muszáj erre lépnie, és mondta, hogy ezt nem tudni, hogy mikor és mit fog lépni, de egy gazdasági háború, hát, vagy legalábbis egy gazdasági háborút idéző helyzet kialakulása már most is itt van a nyakunkon, de legrosszabb esetben is a, a horizonton. És ez azért szerintem nem feltétlenül neplendő, persze, tehát, hogy én értem az aspektusokat. Igen, meg ez tényleg, ez se olyan, Igen. ezt sokszor el szoktuk mondani, hogy ez nem olyan, mint egy foci meccs, hogy Igen. most hajrá Amerika, hajrá Nyugat, vagy hajrá Kína, hajrá Oroszország, tehát nem szabad tehát, Mi mert ez fehérán. hajrá Magyarország? Pontosan, és mivel még, még mindig a nyugati szférához tartozunk, hogy egyébként, ezért számunkra, én értem, hogy Ormán Viktor kettős politikát folytat, és a, a, kínaiakkal is, meg az egyebekkel is szeretne jó aspektusokat kialakítani, tárgyalások, Igen, egyébként ser, két, ugye több. egyre több hang hallatszik itt Magyarországon is, hogy nem lehet -e egyszerűen kihagyni a, 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 BRICS országokkal való kapcsolatteremtést és fejlesztést, tehát lehet, hogy sok nyugat-európai ország is egy ilyen választó vonal elé fog kerülni, hogy most akkor melyik tömb felé fog dörgölőcködni. Sok minden elhangzott, néha. akkor a végéről kezdem, hogy igen, de azért a legnagyobb beruházók Magyarországon még mindig Németország és az Egyesült Államok, és akkor utána Dél-Korea, Kína most már, ugye, de azért a kínai akkumulátorgyáraknál van politikai hisztés, tehát már ez egy nagyon bonyolult folyamat. Ha azon gondolkodtam, miközben is beszélt, hogy ha mondjuk 20 évvel ezelőtt megnéztük, hogy mi a helyzet, akkor láttuk azt, vagy 20-30 évvel ezelőtt, hogy Oroszországnak van egy félalkoholista elnök, Okay. Kínából gagyi áruk jönnek, és azt halljuk, hogy éhen hal a lakosság, meg teljes őrület van. Indiában meg nagyjából az a képünk volt, hogy a gangeszbe fürödnek a mezitlábas gyerekek. Tehát, hogy valami ilyesmi képünk volt, és ezzel párhuzamosan az Egyesült Államokban árum, áramlott az áru, szabadság volt, demokrácia volt, és, és a, a, azt láttuk, hogy az egy milyen jó hely, mert ott mindenki mondhat mindent, szület. és mindenkinek van tévéje, meg kertvárosi háza, meg egy nagy autója. Tehát valami ilyesmi volt akkor a kép. És eltelik 30 év, és azt látjuk, hogy ezek az országok gazdaságra abszolút zárkóznak felé. Most nemrég voltam Kínában, tényleg elképesztő, ami ott zajlik. Tehát az, hogy a felhőkarcolók, az elektromos autók, a zöld átállást nem ilyen ideológia vezérelte, hanem nagyon pragmatikusan módon, megcsinálták, hogy azért már nem az van, hogy a kínai áruról csak a gagyi út eszünk be. Nyilván az is megvan, de, de azért nagyon, nagyon létrejött Kínában egy nagyon gazdag réteg. Persze nagy a társadalom, tehát vannak szegény rétegek is. Most nekem pont egy friss élményem, ugye mi könyveket is árulunk és szállítunk, hogy bedőltek a magyarországi szállító hálózatok és azt mondják, hogy a TEMU miatt. Igen. Mert hogy mindenki saját... a Temunak szállít, és hogy annyi jön, hogy úgy fogalmaztak, hogy hetente több repülőgépnyi áru érkezik. Ezért is is a megrökönyödés. Egyet, Magyarországon egyetlen egy csomagküldő szolgálat van, aki nem szerződött le a Temuval, mindenki más igen, és minden bedőlt. Tehát lehetetlen kézbesíteni a dolgokat. És mondják, hogy vannak ezek a csomagautomaták, és nekem most az egyik rokonom például kapott egy üzenetet, hogy kettő és négy között menjen oda egy csomagautomatához, ahol egy pultból adták oda neki a cuccot, mert az áruk már nem férnek be a csomagautomatába. Akkor mesélik a temu hogy valaki visszaküldött árut, és abban a pillanatban, hogy berakta az automatába, már visszakapta a pénzt, meg sem nézték, hogy az az áru tényleg visszamente. Azt feltételezik, hogy ezek az áruk soha nem mennek vissza a Kínába, hanem szeméttelepeken landolnak, mert a kínaiaknak megéri az, hogy állami segítséggel elárasszák dömpingszerűen Európát Kína járuval. és pont ez az át, ugye a Kínának az a célja, hogy áramoljon az áru mindenfelé. Tehát nyomni, nyomni, nyomni. Ugye megvan a gyártókapacitásuk, megvan a nyersanyaguk hozzá, és ráadásul az állam is beleavatkozik a piaci folyamatokba. Tehát, ha például Magyarországon egy kínai üzlet nyílik, akkor abban van a kínai államnak támogatása. Tehát nekik az az érdekük, hogy egy ilyen globális világhálózatot hozzanak létre. Tehát, hogy ez a kínai koncepció. Ehhez képest mit látunk, hogy az Európai Unió azon gondolkodik, hogy milyen vámokat, meg büntető dolgok Vessen ki arra Kínára, ahonnan egyébként mondjuk az autóiparhoz szükséges kábelek, izék, csippek, nem tudom én mik érkeznek. És hogy, hogy az van, hogy be kell látni azt, vagy itt van az oroszokra háború kapcsán az Európai Uniónak a szankciói, tehát hogy szankciók vannak, büntető vámok, meg ilyenek, és ezek gyakorlatilag lelassítják az európai kereskedelmet, meg az európai gazdaságot a világon nem láttam én még olyat, de biztos volt, hogy miközben túltermelés van, gazdasági válság alakul ki azért, mert valakik hoznak olyan rendeleteket, amik gyakorlatilag az egész piacot olyan szinten torzítják, hogy tehát ott van az autó, ugye ez, hogy akkor most a robbanó motoros autók mik, meg hogyan, meg merre. Akkor itt van ez, hogy honnan vegyünk nyersanyagot, de hogy ezekkel nem jobb lesz Európának, hanem én azt látom, hogy rosszabb lesz. És közben most ez a BRICS csúcs is nekem azt mutatta, hogy olyan szintű gazdasági koncepciókat dolgoztak ki a BRICS államok, hogy Európa ebben a történetben tényleg le fog maradni. És az Egyesült Államoknak talán azért könnyebb mert nekik egyrészt azért megvan a belső piacuk, meg a szövetség, meg majd a cégeken keresztül így is úgy is megoldja, de az európai vezetőknek a színvonalán én azt látom, hogy ott meg, ott meg nagyon komoly gondok lehetnek, és kapunk már olyan leveleket, hogy az autóiparban hatalmas gondok vannak, vannak, akik úgy számolnak, hogy jövőre be is dőlhet az autóipar. Én most kaptam Németországból olyan levelet, hogy autóiparban átálltak a heti három napos munkahétre, és egyelőre ugyanannyi fizetést kapnak, mint az öt napért, de hogy ez nem azért van, mert valamilyen nagyon progresszív, jó dolgot kitaláltak, hanem azért, mert nem tudnak termelni, mert nincs annyi munka. És ugye azért az nem tartható hosszú távon, hogy ugyanannyi bérés. Szóval itt még nagyon komoly problémák lehetnek. Igen, igen. Tudom, hogy nem vagytok szakértők, de nyilván azért Európa nincs egyszerű helyzetben, és sokszor kritikát fogalmazunk meg, így a gazdasági hozzáállásával, politikájával, szankciókkal kapcsolatosan, de hogy, hogy mi lehetne a helyes hozzáállás? Ezen szoktatok gondolkozni, hogy nyilván az sem megoldás, hogy akkor vagy ide, vagy oda teljesen betagozódni, engedni mindent, ami a csövön kifér, tehát, hogy az valahol azért természet meg érthető, hogy azért mindenki igyekszik egyfajta protekcionalista gazdaságpolitikát Most folytatni. hát egy mondat is átadom az Andrisnak, és ez ide kapcsolódik, Juh. hogy ami meg, hogy miért vonzok sokszor a BRICS a vók miatt, meg az ideológiai hülyességek miatt. És szerintem ma Európa ideológiai gazdaságpolitikát folytat. Tehát a a sötétzöld gazdaságpolitikát folytatja, az LMBTQ érzés, tehát ma egy gazdasági konferencián Európában hány LMBTQ kvóta legyen a cégekben, meg milyen legyen a nem tudom én milyen kibocsátás és ugye ez volt, hogy állatkínzása a libatömés, meg a szabolcsi almának hol van a szerepe a piacon, tehát ilyen dolgokkal van az Európai Unió például elfoglalva. Akkor ezeket kéne kihajítani. Gyakorlatilag el, kéne lenni, Szerintem. Igen, mert ugye, és akkor itt jön tényleg az a képbe, hogy igen, a BRICS tagállamoknál hiányzik a gazdaságpolitikából az ideológia, de ugye közben a tagállamok, tehát egy egyedül, individuál módon a tagállamoknak nagyon furcsa és nagyon, hogy mondják, színes ideológiájuk, politikájuk van. Tehát nézzük meg mondjuk Indiát, ahol mondjuk a, a bizonyos tartományokban egyszerűen képtelenek a belbiztonságot fenntartani, és halomra mészárolnak keresztényeket, mert egyszerűen az állam képtelen, vagy sok esetben nem akar közbeavatkozni bizonyos ilyen belső törzsi csatározásokba. Vagy a nők helyzetéről is. Vagy a nők helyzet, hát, igen. Ugye ott van mondjuk Kína, ahol szintén ugye, tehát azért értem én, hogy... Ez nem jó király új újgúrnak lenni azért feltétlenül. Igen, tehát hogy tesz, igen. És akkor igen, tehát új, új, az újgúrok területén nagyon szép, hiper, komplexumok épülnek, csak hát ugye mi áron. Tehát hogy, és, a, tehát, hogy igen, és akkor tényleg itt van ez a kettőség, hogy egyik oldalt ott van ez a, a, keleti, meg a globális dél által képviselt felállás, hogy nem kell ideológia, és akkor csak gazdaság. Amúgy bocs, hogy belevágunk, de ez, ez fog itt tudni működni? Mert én ezen is szoktam Egyenlően gondolkozni, úgy, mi lesz a közös kapcsolat? ami összetartja a gazdaság, a pénz, ezt a klubot. A pénz. A pénz. És ebbe meg szerintem... a nyugati rendi gyűlöletet. Hát az, hogy a nyugat mindenki ellen szankciót vetett ki, meg demokráciát akar exportálni, meg azt mondja Joe Biden a Szicsi is, hogy diktátor meg a putyira is, és akkor azt mondják, hogy nekünk nem mondják meg, hogy mi milyenek vagyunk, majd akkor mi megoldjuk saját. De ebbe minden. egységesek a Brixországok szerint ebbe szerintetek? Ebben abszolút. Akár a... A, ebbe, tehát ezekben igen. Tehát a pénzbe, meg abban, hogy a nyugat az túl sok mindenre mondta azt, hogy nem, meg hogy túl sok mindenre szól rá, ebben teljes mértékben. Ugye az van, hogy pont megint csak, most nem fogok mindent leszpoilerezni a beszélgetésünkből, de alapvetően ott is a beszélgetés is fölmerült, hogy a, a meg lehet nézni a témák prioritási sorrendjét egy ilyen találkozón. És, és így fogalmazott Husai Sándor, hogy még a bengáli tigriseknek a, a kihalását megelőzendő elő, védelmi kezdeményezések is előrébb voltak a, a palettán, mint az ukrajnai háború kérdése, mert annyira a, nem akarnak úgymond beleszólni egymás politikai... Annyit mondtuk, életéken. hogy vannak a béke barátai... Igen, mindenki, mindenki elmondta, mindenki, mindenki elmondta a véleményét, mindenki elmondta a véleményét, benne van a jegyzőkönyvben, de például kiemelte a, a, volt nagykövet úr, hogy például a tűzszünet kifejezés egyszer nem hangzott el. És ugye Persze, itt a nyugaton elmondták, hogy hát a tűzszünetre szeretnék kényszeríteni Putyint. Valóban, tehát fogalmaztak meg diplomatikus módon elvárásokat, de a szó egyszer nem hangzott el. És innen látszik az, hogy ő nekik tényleg arról szó van itt szó, hogy kell egy tömbösödés, hogy a nyugati befolyás túl nagy, illetve nekünk meg több pénz kell. És ennyi az alapelv, és ennek meg vannak egyébként persze a maga veszélyei is, tehát azért ezt nem lehet letagadni, de a, a nyugati oldalról meg csak annyit, hogy ez számomra egyébként a legjobb mintapélda, hogy mi illusztrálja a legjobban, hogy mennyire borzasztó állapotban van ilyen szempontból a nyugati berendezkedés, és nem azért, mert maga a demokrácia lenne rossz, vagy maga a berendezkedésünk lenne jörökletesen béna, hanem egyszerűen azért, mert tényleg rátelepedett ez a vók ideológia, és erre a legjobb példa egyébként Britannia. Tehát ott, ha megnézed a különböző törvényhozási folyamatokat, meg mondjuk a városvezetési alapelveket, meg hogy kit választanak, meg meg hogy hasonlók, meg hogy mondjuk amikor Kirchhoff Starmer hatalomra került, akkor mik voltak hirtelen az első dolgok, amikkel elkezdett, foglalkozni, hát ez agyam eldobom. De tényleg. Tehát, hogy olyan ilyen, tehát mit tudom én, hogy a, 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 egyik kedvenc címem az az volt, hogy Kier Starmer ilyen különböző gyűléseket hívott össze, meg törvényt hoztak arról, hogy a, a mert Szánzsani, bocsánat, próbálom a magyar megfelelőit megtalálni a... Tolmácsolj, Léci a, a férfi sovinizmus, tehát, hogy a férfi Ezt nem ismertem angolul. nem értettem, amit mondtál, men. Messze a Ah, a, szépen mondta. A férfi sovinizmusról hoznak törvényt, hogy az legyen illegális. És tehát kezdjük ott, hogy én semmi szándékom nincsen megvédeni a férfi sovinizmus. Én tudom, semmilyen a módon, Semmi, semmi módon. Nem. Viszont, viszont azért az, hogy most a brit kormánynak ez egy ilyen prioritás, tehát hogy kormányalakítást követően Igen, ez, ez egy ilyen prioritás, hogy akkor a, ezzel foglalkozanak, miközben ugye egyébként a migrációs krízis az olyan, olyan mértékben uh, hát... Bök, Jó, most bök, bök mondhatjuk, a... hogy a britek tényleg ezen a téren már elnézést elfajultak. De ő, a, ők, ugye ők a legnagyobb. Né nézz, nézzük meg az osztrákokat. Volt ott egy választás, majd egyébként az osztrák államelnök nem a győztes pártnak a vezetőjét kéri fel kormányalakításra, hanem a néppártét, mert azt mondja, hogy a Szabadságpártét semmiképpen nem fogja. Ahogy egyébként hány olyan választás volt most az elmúlt időszakban, amikor valamit döntöttek a választópolgárok, aztán mindenféle koalíciós bonyodalmakkal végül nem alakult. Ott van Franciaország, ahol ugye szintén ezt láttuk. Ott van Németország, ahol a tartományi választásokban született egy döntés, de nem lehet azt végrehajtani. Betiltanak pártokat. Most Igen. olyan az AfD, amilyen, de tehát azért nem tudom, hogy a betiltás. És, és és közben pedig ö, a másik oldalon meg tényleg jönnek fel, és hogy el vagyunk foglalva. Vagy, nem mondom, szerintem a legjobb példa ez a Strasbourgban, amit lezajlott, hogy a magyar miniszterelnök ott elmondott tényleg az Európai Unióról egy viszonylag. az hát verseny kritikát, most igen. Lehet mondani, hogy abba igaza vagy nem, de hogy a versenyképességről beszél. Igen. Majd egyébként onnantól kezdve arról kezdtek el vele vitatkozni, most a közmédiában milyen a helyzet. Hát a magyar belpolitikáról gyakorlatilag, igen. Tehát az a legviccesebb számomra, hogy éveken keresztül arról beszéltünk, hogy lesz-e jobb fordulat Európában. Hát ez a jobboldali fordulat megérkezett, csak valahogy a, a nyugati bürokrácián nem képes áttörni. Tehát számomra az az elképesztő, amit a Tamás is mond, hogy sorra nyernek jobboldali pártok, vagy ott van például a Nigel Farage pártjának a kérdése, ami, tehát hogy elképesztő, bár ha biztatom a hallgatókat nézzenek utána, most a pontos számokat nem tudom, de ahhoz képest, hogy hány szavazatot kapott, ilyen elenyésző mennyiségű mandátumot, ez persze a választási rendszerből adódik, csak arra akarok utalni, hogy elképesztően vicces módokon hiúsul meg az, hogy az a fajta választói akarat megvalósuljon a politikai élbe, ami egyébként a választásokon megjelent. És egyébként a briteket is csak azért hoztam példának, mert persze ők ott vannak a tenger másik felén, és ők sem tartják magukat egyébként európainak, de ettől függetlenül azért ők egy tökéletes mintapélda erre. Hát a britek világot meghatározó gazdasági nagyhatalom voltak még évek, tehát hogy évtizedekkel ezelőtt. Még abban az esetben, hogy London az egy, az egy, most persze lehet itt a Brexitre fogni meg, tehát bármit elő lehet hozni a hátsó zsebből, hogy akkor mi a probléma, de azért ez szisztematikusan látható, hogy, hogy a rendőrök képtelenek megvédeni az állampolgára. Hát volt ez a Taylor Swift táncos kislányokat késelt meg egy bevándorló, majd elmentek emberek tüntetni sokan, hogy azért ez mégsem oké, és ezek az emberek most már bíró segítéletek vannak, ilyen 5-10 évre börtönbe kerültek terrorizmus miatt, mert hogy felemelik őrület. a hangjukat, és akkor kérdezem, hogy az, aki a késelést elkövette, az most éppen milyen... Igen. Meg a másik, másik, hogy akkor, hogy akkor a, a Keir Starmer az egyébként amúgy sem életképes migráció ellenes haditervőket, mi szerint majd Ruandába küldik a migránsokat repülőgépen keresztül, tehát ez már szerintem önmagában bármilyen szakértőt meg lehet kérdezni, ennyien szóval nevetséges, hogy 5 kötőjel, tízezer vagy éppen 20, 30 ezer fontokért per migráns exportálják őket uh, Ruandába. Tehát, hogy már az amúgy sem életképes tervet is lesöpörte az asztalról abban a pillanatban, hogy kormányra került mondván, hogy ilyet nem lehet. De ott van az, hogy Giorgia Meloni megígérte azt, hogy majd uh, ugye a migrációval szemben milyen komolyan felép, aztán 4-5 év alatt sikerült felépíteni egy uh, de talán, most elnézést, ne lehet, nem pontos számokat mondok, de minimum talán 150-160 millió euróba kerülő uh, migrációs feldolgozó központot Albániában, de az is, mint négy év, tehát Kínában négy év alatt, most elnézést kérek, tehát vannak ilyen képek. Négy évet elteltek elektromos autóra. tehát, de, te. hogy, de, hogy egyszerűen ez a tempó, ez nem fog működni. Tehát a, a migráció az nem lassul, a, és, és az a legviccesebb, és megint csak elnézést, ez tragikomikusan vicces, Giorgia Meloni egy jobboldali miniszterelnök. Tehát, hogy ő ígért kemény dolgokat, és mégis az látható, hogy valami van ebben a, az európai politikai elitben egy ilyen csúszamlós, ragadós, ilyen slime valami, amiben, hogyha belekerülnek ezek a vezetők, egyszerűen képtelenek döntést hozni, Igen. és a végeredmény az lesz, hogy a nagy megígért migrációs ellenes dolgokból az van, hogy négy év valat alatt sikerül felhúzni egy központot, és most von der leyen kezdve mindenki azt ünnepli, hogy jaj, hát micsoda követendő példa. Ez egy központ, mindeközben ugye azt tudjuk, hogy az illegális migráció volt tart. Hát igen, amíg ez az elit uralja, nyilván az Európai Uniót, addig nem várható érdemi változás. És akkor ezek szerint úgy látjátok, hogy amíg ezekre az égető, súlyos problémákra, mint a migráció, vagy akár ez az őrült vók ideológia, nem érkeznek normálisabb válaszok, addig Európa nem tud kilábalni ebből a válságos, nehézkes, stagnálós helyzetéből, szituációból. Még visszatérve itt a BRICS országok gyűlésére, nekem érdekes volt, hogy mintha lenne egy-két ilyen megfigyelő ország, akiket én nem tudok hova tenni, például Törökország, ugye, ők is bejelentkeztek, és ha jól tudom, mert ugye a 30 jelentkezőből most 13 ilyen partneri státuszt kapott talán, de hogy most Törökország hova húz, ide húz, vagy mégis még, még azért EU-s tag is akar lenni? Törökország nagyon sok helyig akart az Európai Unió tagja lenni, ma Igen. már nem erőlteti ezt a kérdést. Hát nagyon úgy tűnik, mint hogyha Szerintem egyébként ők volna. egy tökéletes mint a példája a csalódott Ö, én azért örülök, országnak. hogy Törökország én nem sem én, én sem, én sem hullatok nagy könycseppeket azért, mert nem az Európai Unió tagja ők Törökország. De azért ő például egy tökéletes példája annak, hogy ők kísérletet tettek arra, hogy beilleszkedjenek a nyugati világrendbe. Nátónak, ugye tagja. -tok és egyébként egy, egy fejelmezett NATO-tag Törökország. Igen, és, és ugye ennek ellenére az sokat elmond szerintem, hogy mond a helyzetről, hogy ők is ugye jelentkeztek a BRICS-be, és um, hát tényleg, ha, ha így meg kéne rajzolni ennek az általam az előző percekben ezt a fajta ilyen csalódott, és akkor majd mi megcsináljuk jellegű országnak az ilyen mint példáját, szerintem Törökország egy tökéletes példa lenne. Ők megpróbálták úgymond azt, hogy ők beilleszkedjenek abba a világrendbe, amit az USA meghatározott. Ugye egyébként NATO tagállamként ugye nekik igen komoly, tehát mind felszerelésben, mint katonai működésben nagyon komoly bekötést, meg kötöttségeik vannak ugye az Egyesült Államokhoz is ugye ennek következtében aztán ugye mégis ugye a, a BRICS felé nyitnak. És egyébként ez ugye még egy érdekes kérdést felvet, hogy, ez vajon kizárja egymást a kettő. Mert ugye, Igen. mert ugye a NATO egy katonai szervezet, tehát ez emberek előszeretettel dobálják egymás mellett ugye a NATO-t, az EU-t, a BRICS-et, stb. De ugye Nyilván ez azért elsősorban egy gazdasági együttműködés lenne, nem a BRICS. Tehát, hogy itt azért másról nincs szó, tehát elméletileg nem zárja ki a NATO tagsága hát, El elméletileg. Ugye az Egyesült Államok biztos nem örülnek itt, tehát ez garantált tekintve, hogy a például az új pénzügyi rendszer kialakításához csatlakozni kívánó országokat már most megfenyegették, hogy Oroszország háborújának bármilyen pénzügyi támogatása az hát a dollár rendszerből való kizárást vonhatja maga után. Csak ugye fölmerül kérdésként, hogyha mondjuk ez hát a 30 akkor, ország. Ha ennyit ül, kizárnak, akkor mi lesz? Hát valószínűleg nem zárják ki, mert nem lehet. Tehát. Egyébként még egy országot hadd hozzak be, Szerbiát, akik ugye régebben szintén nagyon szerettek volna EU tagok lenni, most már halkabban, és most a szerb külügyminiszter pont arról beszélt, hogy a BRICS az egy nagyon komoly alternatíva, és pár hete volt hír, hogy azt mondta Szerbia, hogy ők már nem akarnak mindenáron az Európai Unióhoz csatlakozni, és három kitételük volt. Egyrészt, hogy nem hajlandók szankciókat elfogadni Oroszország ellen, a másik az volt, hogy az azonos neműek házasságát semmiképpen nem támogatják, és a harmadik az pedig. Tehát, hogy, hogy azt mondták, hogy az orosz háború, az azonos neműek házassága, illetve a migráció területén, hogy ők nem hajlandóak kompromisszumra, és a Szerbiát is évekig hitegették, meg, meg minden volt, Igen. és ugye Szerbia azt mondja, hogy ők meg méltánytaladnak, Érzik, ha Ukrajnát előbb felveszik az Európai Unióban, mint ők. Szerintem az nem csak ők érzik. minden, mindenhogy a jobb És nézzük meg Szerbiát. Egyrészt ugye az oroszokkal földgáz minden tekintetében kiváló kapcsolatokat ápolnak, a Belgrád-Budapest vasútvonal kapcsán ugye Kínával is nagyon jó kapcsolatokat ápolnak. Ugye van ott most egy litiumbánya, ami miatt pont vita van, hogy akkor azt a lítiumot kitermelje ki a kínaiak, vagy a nyugat, vagy az amerikaiak, ott az, azoknak is. Egymásnak veszülnek. Szerbia mindig érzi a bőré, hogy ha valami nem tetszik a nyugatnak, akkor Koszovóban, Bosznia-Hercegovinában azonnal botrányokat robbantanak és én azt látom, hogy kezdik behúzni a kéziféket, és azt mondják, hogy nem kell nekünk minden áron a nyugathoz tartozni. Igen, de utalnék arra, amivel kezdted is az elemzéset, hogy azért aggodalommal tölt el téged is, meg szerintem többeket ez a csoportosulás, és például, ha most így keresztényként gondolok a közel helyzetre, nyilván nektek erről biztos több és pont pontosabb információtok van, de nekem úgy tűnik, hogy azért ezek az országok izrael kapcsolatosan azért eléggé egységesen elítélőek, például a jelenlegi helyzetben. Ez ugye Putyin pont arról beszélt, hogy újabb nagy háború készül a közel-keleten, és Oroszország próbálja megállítani. Hát nem tudom, mennyire állítja meg úgy Oroszország, hogy amikor Izrael egy-egy terrorvezetőt, akik tényleg emberek haláláért felelősek, meg kitervelői, október 7-ének menedzselői, ilyen embereket kiiktatta az izraeli hadsereg, és akkor azt utána Oroszország elítéli. Ugye pont ez volt. Ahogy... De Irán is ott volt? Irán ugye. is ott volt, igen. Törökország, ugye Erdogán azért retorikájában nagyon kemény ezekben a kérdésekben, is. Kína is az utóbbi időben inkább a másik oldal. Állt. Szóval, igen, és egyébként pont emiatt van, hogy aki szerelmes a, a BRICS-be, meg ezekbe, akkor azért kalkulálja bele azt is, hogy, hogy ha a közel lángba borítják bármilyen szempontból, az szintén nem jó és miközben mondjuk Oroszországgal nagyon megengedőek, hogy ők folytathatnak háborút, meg nem tudom, eközben izrael aki szintén egy honvédő háborút folytat, közben olyan kritikák vannak, hát azért itt ismét érdemes elmondani, hogy ha a Hamas egy állam vagy egy fél állam, vagy bárhogy, mégiscsak ők indítottak egy háborút Izrael ellen azzal, hogy elrabolták a túszokat, meg megöltek ártatlan embereket. Ez a háború azóta sem lett lezárva, hanem Le azóta sem. Lemészároltak civil ártatlan embereket. És megkínozták őket el az Anrissan végnéztünk, mi ugye erről egy filmet, amit a hámászos testkamerákkal készítettek arról, hogy hát, bocsánat, de hogyan. Kerültek emberek a sütőbe, meg szóval nem borzalmas. is akarom részletezni, ez és borzalmas. És ez a Hamász oldalról nincs lezárva, nem lett kitűzve a fehér zászló, nem lett tűzszünet kérve, miből látjuk ezt, még mindig nem adták vissza a túszokat. Igen. Hát meg a politikai húzásaik egyébként ugyanezt mutatták, tehát az, hogy a, a, a vezetőjük kiiktatása után a következő vezető, akit egyébként azóta szintén kiiktattak, az egyébként magának az október 7-i támadásoknak a kitervelője volt, ezt nevezik úgy, hogy double down, tehát hogy nem az, hogy visszakoztak volna, hanem emelték a tétet. Pest és a, tehát, hogy például Resperger István volt nálam a minap, és akkor mondja, hogy az október hetedikei háború óta több tízezer rakétát lőttek ki Izraelre. Az, hogy ezek a rakéták nem találtak el gyerekeket, ugye mindig beszélünk arról, hogy palesztin oldalon mennyi áldozat van, és egyébként én tényleg nagyon sajnálom is az áldozatokat, de az, hogy az izraeli oldalon nem történt meg, az nem annak köszönhető, hogy a Hamász és a Hizbola oldaláról nem voltak ilyen támadások, hanem annak, hogy Izrael nem a saját terrorvezetőinek a luxusára költötte a pénzeket, hanem légvédelmi rendszerre. Ez a különbség a két helyzet között. De ugye ott van közben például a focizó gyerekek kérdése, ugye? Igen, a drúz gyerekek, akiket ugye... Igen, hát ezeket gyorsan elfelejti a világ. Igen, és, és ugye mikor ez van, hogy Izrael annyira gonosz, mert, Most mert egy a civileket meg a, el, a, meg a ilyenek, ha Izraelnek nem lenne légvédelmi rendszere, akkor szintén azon az oldalon a sokszorosa lenne az áldozatoknak, mint amennyi jelenleg a gázdai jövezetben van. Minden egyes ember életéért kár, én ezt nem tagadom. De ez a háború úgy tud véget érni, ha a Hamas visszaszolgáltatja a túlszokat, mert hogy ezzel indult. ha, mivel ugye nem egy állam a Hamas, ezért nem volt hivatalos hadüzenet. De hát kell annál nagyobb hadüzenet, hogy elviszem az állampolgáraidat, túlszul ejtem. Hát az maga a hadüzenet. Magyarul egy háború akkor tud véget érni, ha visszaadják a túszokat. És euh, én ezért vagyok így meglepődve, hogy miközben mondjuk Oroszország háborúját egy ilyen igazságos háborúnak tartja mindenki, közben Izrael háborúja meg azt mondják, hogy fú, hát ez nagyon túlzás, mert... Már tudi, hogy ukrán oldalról igazság a, a, háború az orosz-ukránban. Nem, hanem ott, az oroszokkal például sokkal megengedőbb. Ja, értem, azt a brixek. a Brix miközben, hogy Izraelben, vagy az izraeli háborúban meg mennyi civil meghal, és igen, nagyon sok civil meghal. De hát van-e Izraelnek jelen pillanatban más választása, amikor még mindig nem jöttek haza a túszok? Igen. Amikor még mindig egyébként rakétákat lőnek ki naponta, és persze, az nem, hogy már Izrael hibája legyen, hogy van saját légvédelme. Hát, hát meg, hogy a saját létért küzd. És, és, és számomra ez a, ez a hihetetlen, hogy jelenleg az Izrael legnagyobb bűne, hogy a vaskupola rendszer megvédi. Hát kilőtt Irán is nem tudom hány ballisztikus rakétát, és akkor az volt, hogy közben már ott szurkoltak Iránnak, meg, meg nem tudom, és akkor mondták, hogy olyan izraeliekkel nem kell foglalkozni, hogy is meg tudják védeni magukat na de ha nem tudná megvédeni magát, és ott halnának meg a nők, meg a gyerekek, meg a civilek, akkor, akkor mi lenne? Akkor kérdezem, hogy akkor a világnak egy nagy része ott állna free zászlok, mert egyébként szerintem nem. Hát valószínű, hogy nem, is ez, ez nagyon szomorú. A BRICS országokkal kapcsolatos kérdésedre visszatérve, hogy ők mondjuk hogyan állnak hozzá Izrael kérdéséhez. Ugye abból is látszik egyébként, hogy a BRICS országok ezt ez alapvetően ez egy gazdasági együttműködés, hogy azért azért színes a helyzet. Hát, mondjuk ott van India például, akik ugye nagyon jó kapcsolatokat ápolnak izrael évek, hosszú-hosszú évek óta, és egészen mostanáig is, most is két héttel ezelőtt amikor az ensz -ben aláírtak egy nyilatkozatot, amelyben elítélték Izraelt azért, mert kitiltották az ENSZ főtitkárt ugye Izraelből. Ezt például India nem volt hajlandó aláírni, hiába írta alá a globális dél többi ö, nagy érdemű képviselője. Vagy ott, de viszont ugye ez is egy érdekes kérdés, mert ugye ott van például Brazília példája, akik ugye szintén ö, történelmileg nagyon jó kapcsolatokat, kapcsolatokat ápoltak izrael -le. tehát ha valaki rákeres, és így meg elnök különös. Igen. Ugye, meg az rákeres, meg így a, akkor a, a az első három az alapvetően arról szól, hogy milyen katonai és egyéb kapcsolataik vannak, amik nagyon mélyre nyúlnak, de ennek ellenére májusban ugye visszahívta a nagykövetét ugye Lula da Silva. Tehát, hogy ebben is nincsen egy ilyen véglegesség, mondjuk, hogy például India hogyan támogatja Izraelt, de mondjuk ott például azért talán egy picit nehezen tudom azt elképzelni, hogy egy hirtelen párfordulat keretében majd ők Izrael ellen fordulnak, tehát azért még a mostani helyzet azért most az már eléggé feszült, tehát amikor már Macron meg egyebek tesznek ilyen nagyon címzetes kijelentéseket izrael kapcsolatban, akkor úgymond adott lenne a helyzet, hogy mondjuk akár India is egy jó élektani pillanatban azt mondja, hogy hát most már azért nekünk is sok ez, de nem, tehát két héttel ezelőtt ők emellett em em továbbra is kitartottak. Tehát e, ilyen módon azért, miközben Putyin ugye, hát annak azért tényleg nagy az iróniája, hogy a Putyin a, a, amikor a gázai háborúról beszél, akkor micsoda kifejezéseket ja, használ. A lavra tűzszünetről beszél. <laughs> <Igen>. Közben, <laughs> közben nem sepregetnök a saját igen, házuk közben, táján. Közben, meg, közben meg lerohanták Ukrajnát, és azóta is fenntartanak egy na, ö, hiteles az ő szájukból. Na mindegy, szóval... Mert nekem a legkedvencebb jelen, amikor a kínai külügy kiadott egy közleményt még a, a Haniel halálánál, hogy hát nagyon elítéljük ezt, ezt a támadást, mert az a Hamas vezetőinek a halálához vezetett. Egy terrorszervezet vezetőknek <gulcsuk> a halál. mindegy. Egy de... No, hihetetlen. A, 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 maradjunk annyiba, hogy a rongyrázáshoz nem csak a nyugatiak értenek, hanem akár a kínaiak. a kínaiak is vegyesek, mert azért egyébként Kína és Izrael között is jó volt a kapcsolat, gazdaságilag is egy szoros együttműködés. Deben van. Békíteni is akartak. Békíteni is akartak. Ugye az iráni szaudi megegyezést is Kína menedzselte egyébként le, és most is én azt hallom, hogy a háttérben van egy csomó ilyen tárgyalás, amit Kína menedzse, ugye ez is egy érdekes helyzet, szóval meglátjuk. Uh -huh. de, de, de az ugye biztos, hogy, hogy ez egy kom tehát elég komplex. Komplex, és Mármint, nem egyértelmű. például mondjuk India, tehát mondjuk nézzük meg mondjuk Módit, meg Netanyahu. Tehát az ők személyes kapcsolatuk például nagyon-nagyon szoros, de mondjuk például a Moodi támogatottsága is olyan, hogy most a meg lehetne le nyitni egy külön témát, hogy egyébként. Na ez az, hogy szerintem ez marhára már elnézést azon múlik, hogy éppen ki az aktuális ez. vezető. Hát ugye Bozonáró alatt a brazil kapcsolatban... Ugye, a azok... meg a Netanyahu is jóban voltak régen. Igen. Most viszont nyergeljünk át az Egyesült Államokra. Jö, hát neki. Igen, megkízünk, burgerezzünk, szóval mi is volt a problémátok ezzel a no, Mekis akcióval? a probléma semmi, csak mondjuk, csak, hogy idézek. Mert volt szürreális? Ugye, tudjátok, mi a kemény, hogy a Donald Trump rendesen hasonlít arra a bohócra, ami a Mekinek az arca, Olyan vörös haja van, meg ezért, <laughs> hát, el is gondolkod, hogy róla mintázták. Ha nem nyeri meg az elnök választást, akkor így van, megvan az új munkahely. Meg megvan az új reklámarca. Um, meg Donaldnak is, ez, elgondol, <laughs> hogy, elgondolkodtam, hogy róla mintázták. Um, ez semmi... is összeesküvés. <laughs> a meg meg. Ez ilyen Simpsons, jellegű összeesküvés elmélet már lassan. Formában vagy no, Tamás. Meg, Na mindegy, jó. Igen. Szóval problémám semmi nem volt, csak azért szürreális, mert tehát azért tehát azért nagyon, tehát az egész kampány tele van tűzdelve ilyen szürális pillanatokkal, és azért az egyik pol amerikai politikai kommentátor hölgy volt az, aki úgy fogalmazott, illetve kirakta azt a képet, ami így ott van a Trump így a, a Nézé, és így mondta, hogy ez a kép úgy néz ki, mintha AI-jal generálták volna. A, hát, bármit, hogy nem, 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 arra utalt, hogy azzal generálták volna, hanem azt mondta, hogy ha ezt bárki korábban megmutatja neked, hát akkor kérdés nélkül ráveg, hogy milyen jó az AI, milyen tök jó minden. De az mondta is, hogy ebben az egészben az a rendkívül vicces, szórakoztató és szürreális, hogy ez egy, való, tehát ez egy valós kép. Trump ott van a, a McDonald's drive-thru-ba, és osztogatja a sült krumplit. És ugye a másik, ami viszont, is rátérve magára az akcióra, most akkor egy picit így a burger, burgerezgessünk, hogy amúgy szerintem olyan szempontból viszont tényleg zseniális húzás volt, hogy ugye Kamala Harris az elmúlt időszakban a kampány során többször tett olyan kijelentéseket, amik ugye teljesen meg, alaptalanok, nem, nem igaz. hát konkrétan ugye, ha, csak hogy a hallgatóink tudják, hogy annyi az előzmény, ha esetleg nem követték figyelemmel, hogy Kamala Harris ugye behazudta, hogy ő a, a, De mcdonalds most a dolgozott. Ez, ez a McDonald's még? erre azt válaszol, Erre azt válaszolta a hivatalos hogy nem tudják megerősíteni azt, hogy Kamala Harris valaha is dolgozott De most András, a akkor miért mond ilyet, ha ő is tudja, mondjuk, hogy nem de, igaz. de, De, azt de. is mondta, hogy indiai vagy milyen, aztán nem is az, nem? Ö, a de valamennyi van, hindú van felmenője. van, 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 van. van, van de, és akkor hozzáfűzte a mcdonalds hogy de nagyon örülnek, hogy ilyen jó emlékei vannak az ott töltött időről. De próbáltak nagyon polkorrektek lenni a mcdonalds De most őszintén mond egy ilyen állítást, tehát ez egy magas labda, de ezt le lehet csekkolni. Igen, a trump le is csapta, úgy fogalmazott, hogy kikújta az ablakon, és egy újságíró neki mondta, hogy ezért, hát most már 15 percet többet dolgoztam McDonald's-ban, mint Kamalárész. Amúgy ez érdemben szerintetek befolyásolja a választókat? Milyen, nem a, az én néztem a, social médián a reakciókat, odáig vannak érte. Tehát, az hogy ez egy képileg jól eladható dolog, milyen buli a McDrive-ban az elnök szolgál ki. most az elnök Meg most, attól, függet, az az meg most attól, attól, függetlenül, hogy egyébként persze az, egészség. És a mcdonalds mindenki szereti. Ja, meg hát a amerikai. Igen, Tehát, hogy igen. A, igen. A az nál... az Amerik Coca-Cola McDonald's. Tehát, ha így meg akarná csinálni, Ez olyan, mintha az Orbán még tudom, a disznó nem, nem nincs akkor a nem az mindig valami halászlét, hogy egyébként mindig szokott Igen. főzöcskézni. Ez kicsit olyan, csak egy kicsit jobb. Tehát, hogy <laughs> ami lángosozóban. Nincs, de. látjátok, nincs Magyarországon egy echte, ungarise, hungarikú hát magyar láncolat, mint az amcsiknak a meki. De, van, de van, lángos, minden, van, minden, sarkon egy kockás abroszos étterem, nincs, nem egy láncolat. Már nincs. A Pozsonyi útiban. Ott van, az jó osztályájuk. Elvédve szóval, van. Én nekem az az külés, említem, hogy rögtön ezután, az akció után megjelent, hogy a McDonald's-ban ételmérgezés volt, meg ilyenek, Igen. hogy milyen érdekes, hogy eddig azért ugye sok a hír az vissza is utal rá, hogy valamikor 2022 környékén is volt egy, de kicsit, hogy most hirtelen egy ilyen nagy országos botrányt kirobbantottak a Meki körül, szóval a mainstream média, meg az elit, az lehet, hogy így állt bosszút a McDonald's-on, mert azért az, hogy a Meki beengedi a Donald Trumpot, szerintem... Nem az fontos hozzáfűzni, ezek ugye franchise, amennyire én tudom. Igen, igen. Igen, igen, de hogy, Persze, hogy mégiscsak az van, hogy ilyenkor azért... Akkor szerinted szándékosan betámadták. Nem, a mondom, csak azt mondom, hogy az, hogy ebből ekkora hírvelés lett, meg ilyenek, abban viszont érzek némi szándékosságot, hogy ilyen folytatásos történetként közlik, hogy a Trump ott volt, utána meg jéhet, izé, és az embereknek a fejében ilyenkor azért akarva, Hát fel is kaptam a fejemet, én is egyből. A Trump megmérgezte az embereket. Hát lehet, hogy házi állatokat raktak a szóval, de... de én látok ebben egyfajta, tehát az, hogy két nappal később egyből kijön ez a. Érdekes, hír. amit mondasz. Ö, igen. Biztos, hogy máskor is vannak ételmérgezések, meg ugye hányszor olvasunk Magyarországon is olyat, hogy az X üzletlánc visszahívja az Y termékét, meg minden, de most hirtelen az egész világ arról beszél. Na jó, azért itt volt haláleset is, úgy, úgy emlékszem. Hát, igen, hogy igen, azért... igen, ugye egy szalmonella típusú ö, fertőzés volt ez. Mondom, én csak kíváncsian figyelem, hogy Vajon minden ilyen ételmérgezésről ugyanilyen vehemenciával számol be az amerikai média? Akkor inkább így, így teszem fel a kérdést. Minden esetre látjátok, hogy mennyire sorsdöntő lehet a Mekiben való munka, munkásság, úgyhogy érdemes elgondolkozni ezen is. Nem tudom, mit szóltok ahhoz, azt láttam, azt olvastam, hogy most így az utolsó közvéleménykutatások már azt mutatják ki, hogy mintha egy hajszállal is, de Donald Trump vezetne, és eddig ugye hónapokon keresztül nagyon fel, fej mellett haladtak, de inkább Kamala Harris volt az élen. Tehát, hogy mi, mi lehet annak az oka, ha igazak ezek a, az előrejelzések, hogy Kamala Harris mintha egy kicsit lendületet vesztett volna? Szerintem nem volt jó megnyilvánulása a vita óta. Tehát, hogy elment a Fox News-hoz interjúzni, és ö, hát... A... Azáltal nagyon rosszul sikerült. Borzasztó. Hogy... Láttad? Bo borzasztó. Én vele néztem, hogy borzasztó volt. És ráadásul az a legviccesebb az egészben, hogy a Fox News ráadásul egy olyan riportert küldött oda, akinek egyébként igencsak centrista nézőközönsége van, tehát köztudott, hogy neki van balra hajló és jobbra hajló közönsége is és egyébként megint csak ugye bizonyos ellenzőknek kommentátorok ki is emelték egyébként, hogy amúgy ez egy tök jó lehetőség lett volna Kamala Harrisnek, hogy bizonyos vilegő szavazókat is. esetleg meggyőzzön. De nem is sikerült. Tehát, hogy amikor vannak ilyen zseniális helyzetek, amikor így kérdezik harris hogy hát, hogy ön, az ön kormánya beengedett x mennyiségű migránst az országba, és hogy ez erről mi a véleménye. És akkor a Kamala Harris így ennyit mond, hogy örül nagyon, hogy felhozták a migráció kérdéskörét, mert hogy ez egy rendkívül ö, fontos kérdés, amiről az amerikaiak beszélni akarnak. És hát ugye utána a kommentátorok ugye hozzá is fűzték, hogy hát nem, ez nem egy fontos kérdés, amiről beszélni akarnak, az egy borzasztó krízis és probléma, amit egyébként ő idézett elő. Aminek ő volt a felelőse. És de ugye most a, a, oda a mentod, Harris végig azt mondja, hogy én nem Biden vagyok. Egy, igen, ez egy igen de ugye tehát az a probléma a, az ő esetében, hogy a... Tehát nem mondhatja azt, hogy nem, ebben az egyetlen kérdésben biztos Mi? nem mondhatja, hogy ő nem Biden, mert ez az ő felelősségi köre volt, ezt ő vállalta el, az egész végig hozzá volt kötve az ő nevéhez ez a kérdés, tehát ezt nem fogja tudni levetkőzni. És szerintem pont ezek az ilyen apróságok, hogy ez a Fox News vita, uh -huh. akkor a. Mit szóltok ahhoz, amikor az is ugye még a magyar sajtóból is lejött, hogy egy gyűlésen nagyon hangoztatta az abortusz melletti támogatását, és hogy mennyire meg fogja erősíteni a nőket ebben, és egy keresztény fiatal bekiabált, hogy Jézus az Úr, és akkor így Azt beszólt neki. El, el igen, is. hogy egy másik, úgy látszik ő egy. Eltévesztette a házszámot, gyakorlatilag egy másik tüntetésre érkezett. Viszont, ha már abortusz, hogy azt hallom szakértőktől, hogy talán ez a legnehezebb ö, téma Trump szempontjából, mert hogy van egy olyan generáció, és egyébként nekünk keresztényeknek ez egy óriási intőjel is, szóval van egy generáció, ami már abszolút döntéspárti és még akár a konzervatívok körében is az abortussal kapcsolatban ilyen abortuszpárti álláspontot Amerikában? foglal el a, a 20-as-30-as generáció. És na nagyon érdekes, hogy a Melanie Trump, Donald Trump felesége kiállt az abortusz mellett néhány héttel ezelőtt, elvileg pont azért, hogy megszólítsák ezeket a választókat is. Ugye a Ró kontra Véd ügy is pont olyan volt, hogy nagyon. Tehát, hogy, hogy nem biztos, hogy azt a hatást érte el, hogy az pont a félidő választások környékén volt. Szóval, hogy, hogy nagyon szomorú az, hogy ma az életvédelemmel inkább szavazatot veszít az ember, mint nyer. Én ezt, ezt látom ami egyrészt az életvédelmi törekvéseket is tudja befolyásolni, másrészt meg a Trump kampányra is hatással lehet. Ugyanakkor, ha engem kérdeztek az elmúlt hetekben, én mindig azt mondtam, hogy hát szerintem sajnos Kamala Harris fog nyerni, és most viszont én is egy kicsit másként érzékelem. És most meg eljutottam oda, hogy, hogy nem tudom, de még az is benne van, hogy ez ugyanaz lesz, mint a Hillary Clinton-Donald Trump párharc. Uh -huh. Mert igazából ugyanaz a történet, az elit az egyik oldalon, meg a média elit, gazdasági elit, a mainstream, és a másik oldalon meg ott van Donald Trump. Talán annyi a változás, hogy Trumpot most már ismerik, tehát hogy volt ő már elnök, nyilván az árkok azok tovább erősödtek. És, és végső soron, ha, igaz, ha hiszünk annak, hogy a gazdasági dolgok fogják befolyásolni, tehát az üzemanyagár, gazdasági megoldások ilyenek, akkor, akkor, akkor szerintem behúzhatja Trump. Vannak, akik azt mondják, hogy nagyon szoros lesz, meg még hetekig nem lesz eredmény, meg majd a elektorokon múlik, meg ilyenek. Én még azt is meg egyébként a közvéleménykutatási adatokat nézve, ami biztos, hogy torzítva van a Harris javára, hogy mi van akkor, ha ez egy sima Trump győzelem lesz Ez most. Ez de, de mondom, van. nálam is így változik, mert amikor meg időnként meggyőznek arról, hogy a billegő államokban miért nem tud Trump nyerni, akkor, akkor. szóval én is így eléggé befolyásolható vagyok Igen. ebben. Én megmondom őszintén, amikor múltkor itt beszélgettünk, én már nagyon úgy voltam vele, hogy hát itt föl És olyan is volt a hangot, hogy a vitán azért, mintha most Harris nem szenvedett volna úgy vereséget, mint Biden. Sőt, hát pont erről beszéltettek, hogy meglepően jól szelepelt uh -huh. Kamala Harris. És ugye a másik, hogy a, hirtelen az, hogy a Biden szenilis, meg öreg, az hirtelen azért Trumpra lett igen, rányomva. Rányomva. Ugye nem hozta nyilvánosságra az egészségügyi dokumentumait, mert mondta, hogy a Harris úgyis hülye. És ezek azok, amik miatt így, 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 így figyelgetem én is, de de most a végén szerintem jobb a republikánus kampány, mint a demokrata. És állítólag ugye pont azt mondják, hogy a, a keresztény szavazók azért nagyon elbizonytalanodtak, és oké, okay, hogy erről is beszéltük, hogy a Trumpba vetett bizalmok is ugye nagyon csorbát szenvedett az elmúlt években, meg igaz, amit mondasz, hogy lehet, hogy abortusz kérdésben is hát kicsit liberálisabb álláspontot képviselnek, de azért, ha megnézzük a két jel, Előttet, azért még mindig azt gondolom, hogy azért a Donald Trump nézetei állnak azért közelebb Pert, a keresztényekhez. A ja, pont azért volt, ezt tisztázunk. Igen, igen, azt azért is akarom mondani, mert Kövér Gáborral készítettem egy interjút az Ultrahangra, ahol elmondtuk a Trump árnyoldalakat, és akkor így időnként próbálták megfejteni, hogy mit Vigyázzani üzen, kell, mit hogy üzen ez a ezzel, szerző, és, és valójában igen. meg az volt, hogy hát csinálunk mondjuk 99 adást arról, hogy miért rossz a Harris, és úgy gondoltam, hogy azért mondjuk már a Trumpnál is. Csináltál az erről is adást. Hogy azért Időnként meg azért mondjuk el a másiknak az árnyoldala, és nem kell ebbe az én részemről sem, tehát nem lettem Harris párti, vagy meg, hogy Robert F. Kennedy párti sem, meg semmi, csak ez egy ilyen érdekes gondolatkísérlet volt például abban, hogy esetleg a Trump körüli üzleti körök is. Robert mi, F. Hogy... Kennedy párti már lehet. Igen, mert visszalépett, de nem vagyok. Ugye, ő endorsz volt a Trumpot. Tudom, tehát, tudom, tudom. Ilyen módon ez de, a... de de nekem ő sem annyira szimpatikus egy 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 egyébként. De hát, de, de nyilván, tehát, hogy azért, figyel hogyha választani kell, hogy Trump vagy Harris, akkor egyértelműen Magyarország szempontjából is, és szerintem a világ szempontjából is sokkal-sokkal jobb Trump. Én Csak azt gondolom, ugye... hogy most nekem az elsődleges bocsánat a keresztény a, világnézet, és még mindig közelebb de. állónak érzem Abszolút. a Trumpnak a politikáját, akármennyi mire is ellentmondásos, és problémás, amit ők képvisel, az még Én mindig ugyanez, talán ez gondolom, közelebb van, mint amit a demokrata oldal ugyanez gondolom, képvisel. Ugyanezt gondolom, annyi kitétellel, hogy nem esriásként tekintsünk Trumpra. Mert igen. azért az Amerikában Sőt. látom a keresztényeknél, hogy ugye vannak, akik elfordultak, de vannak, akik meg úgy tekintenek rá, mint Cyrusra, meg nem tudom mire. Szerinted még mindig? Szerintem igen. Látok hogy ilyen amerikai evangéliumi keresztény profétákat, meg nem tudom miket, ott azért igen. Pedig ugye Michael Brown is Pont ezt nyilatkozta a heteknek, hogy, hogy azért az a nagy hepaj, ami volt a keresztények részéről Donald Trump felé, azért az jócskán visszaesett, és most már hála Istennek nincsenek ekkora proféciák sem, hogy na duplázni. De <laughs> szóval amit Michael meg, Brown képvisel, én nagyjából ugyanazt gondolom Trump kapcsán, ez Jézus a Krisztusom, Trump az elnököm, nem az enyém, hanem az, de hogy valami ilyesmi a normális viszony szerintem ebben. Igen, igen ugye az van, hogy ez egy visszatérő... Ad a Harrisnek szurkol. Én, te persze, titokban. Ja. Én leveleket küldözgetek egyébként így olykor. Nem, hát ugye abban, abban tényleg egyet kell, hogy viszont értsek, hogy tehát Trump nem messiás, azért ez látszik így. Nagyon sok nagyon sok jelből. Ha valakinek esetleg ez még kérdés lett volna, hogy az elmúlt időszakban nem, nem ő a messi, ez semmiképpen sem. Most egy humorizálok, de a lényeg az, hogy Trump tényleg azért ugyanúgy egy gyarló ember is. Viszont abban meg viszont egyet kell, hogy értsek, hogy mindannak ellenére, hogy uh, milyen uh, Aspektusokban, ugye, egy politikus, tehát most már, tehát eddig nem igazán volt az, és eddig se nagyon sikerült neki ezt a szerepet annyira jól felvenni. Tehát nem semmiképpen nem egy hagyományos politikus, de politikus. És amikor mondjuk abortusz kérdésekről beszélünk, most tetszik vagy sem, már nem régen korszakát éljük, amikor választást lehetett azzal nyerni, hogy valaki sármos és jobboldali és teljes mértékben prolife, ez megváltozott, tehát változnak a korok ezzel most nem nagyon lehet mit kezdeni. Trumpnak szüksége van bizonyos százalékokra, most ez van. De végeredményben, amit viszont mondtál, hogy hagyj más mellé kell rakni a két jelöltet, és akkor van Trump és van Harris, hát ott azért szerintem még akkor is, ha nincs hepaj valóban, tehát most már nincs ez a hatalmas rajongás a keresztény körökben Trump iránt, mint volt, szerintem azért az Én a az az szépen, fajta logika azért igen. megmaradhat, hogy ha kettő között kell választani, akkor azért mégis. És mondj dolog, hogy Trump nem messiás, de történelmi küldetése lehet. Tehát például vissza, hogy mondják ezt így, késleltetni a törvénytelenségnek a beteljesedését, bizonyos folyamatokat nyugtatni, tehát én nem tagadom, hogy ilyen része viszont lehet. Igen, igen. És akkor hogy látjátok, hogy elsősorban gazdasági szempontok fogják eldönteni ezt a választást? Az amerikaiaknál szinte mindig. Ha igen, akkor egyébként szerintem nyerhet Trump. Ez az érzés. És te mire tippelnél? Hát mármint, hogy ki nyer, vagy Aha, hogy... Hát most figyelj, lehet, hogy ez az utolsó sajtóklubunk így november a választások 5. előtt. november 5 előtt, ha csak nem történik valami rendkívüli esemény, esemény sorozat, mert akkor lehet, hogy jövő héten is összeülünk, majd meglátjuk, de ha nem találkoznánk a választásokig, akkor tegyétek meg tétjeiteket. Az a baj, hogy nem tudok. őszintén nem tudom. Tehát, hogy ha, ha most így, próbálnék keresni jeleket arra, hogy, hogy miből lehetne megítélni, az van, hogy ugyanúgy egy picit, mint ahogy itthon, és ugye van az, hogy van ormán, és van az Orbán elleni gyűlölet, alapvetően itt is ez a fajta konstrukció áll, hogy van Trump, és a Trump elleni gyűlölet, és most igazából ebben a helyzetben most hiába próbál az ember logikusan gondolkodni és megállapítani, hogy hát Trump ezeket mondja, és mondjuk a Harrisnél egy kicsit hasonló helyzet van, mint a Magyar Péteréknél, hogy ők nem nagyon mondanak semmit, hanem így vagy az ellentétjét mondják annak, amit Trump, vagy, vagy, vagy próbálnak úgymond így szavazat Csak nekik van még másfél évük mondani valamit. É. Nekik van? Hát, vagy kiderül, hogy kíváncsi azok egyébként, hogy ha programokat fognak felvázolni, akkor majd mi lesz. De hogy, de hogy ott is ez van, hogy, hogy Orbán, az Orbán elleni gyűlölet a meghatározó, és ahogy látszik is, hogy Harris Igazából így a kampánypontjait, próbálják számon kérni, általában kevesebb sikerrel ezzel kapcsolatban, de egyszerűen képtelenség lekövetni, hogy akkor most milyen paraméterek határozzák meg. Amit mondjuk elemzők mondtak nekünk szinte mindegyik műsorban, tudom, lehet, lehet, hogy csak nekem mondják mindig ezt, ezt nem tudom, de szerintem nem, hogy azért a gazdasági kérdések azért nagyon-nagyon fontosak az amerikaiak számára, és ha méréseket néznek, akkor akkor mondjuk az ilyen orosz háború, közel-keleti háború nem igazán érdekli az embereket, az abortusz egy picit jobban, és ezen felül pedig ott van ugye a, a, a gazdasági kérdések, és emiatt talán azt mondanám, hogy most egy picit több esélyt látnék arra, hogy esetleg Trump nyerjen, hogy Harris, de ez annyira hajszál-hajszál-hajszál <laughs> vékony, meg ugye ott van még az az egy hét. Tehát itt nem tudni, hogy mi van még a kalapban, milyen nyusztítás nagy botrány azért nem várható ez a bot, már, A botrány nem is, de azért az látható, hogy mondjuk ugyanúgy, ahogy Harris például nagyon jól vezetett mondjuk a vitát követően, és az milyen szépen visszaesett, egy hét azért még elég idő arra, hogyha valami most bármi jó húzás, most tényleg itt nem tudok példákat mondani, esetleg Harris oldaláról még láthatunk, akkor az megint csak visszabilletheti ebbe még ebből a hajszából és ebbe a teljesen egyenlített verzióba. Úgyhogy elnézést kérek, lehet, hogy csalódást okozok itt nektek is, meg a hallgatóknak is, de fogalmam sincs. Tehát tényleg erre ezt lehet mondani, hogy fogalmam sincs. Semmi probléma, egyrészt tévedni emberi dolog, nem vagyunk proféták, úgyhogy meglátjuk én. zárszóként. Akarsz még valamit mondani? nem Tamás? proféták, mert vannak olyan YouTube csatornák, ahol profétálnak. Ja, mi, mi, nem. Mi nem. Hogy, és nem is szándékos. Csak az emberi gondolatainkra, megérzéseinkre hagyatkozunk. Az a téves tervünkben szerepel úgyhogy. Nem tervezünk, igen, azok se lenni. Egyébként én is így vagyok vele, hogy ti, hogy, hogy én is állást fogok. Te mire típes, Hát, hogy így a, a most a jelenlegi állás szerint, de ti szerintem sokkal jobban képben vagytok, főleg te, András, aki azért szerintem update módon követed itt az amerikai kampányt. Néha így a úgyhogy. Na, tessék, én már rémálma. Hát más, így látod, halljuk, ja, mi hí Miért végre túl? valami? Ezt nem szabad ebbe belemászni. Kivel álmodtál? Na jó, hagyjuk az álmokat. Szóval, hogy a jelenlegi állás szerint felcsillant, úgy fogalmaznék, felcsillant bennem a remény, hogy akkor ezt most mégis behúzhatja Trump, de reméljük, hogy két héten belül akkor majd most minden kiderül. Köszönöm, hogy itt voltatok és elmondtátok mindezt. Folytatjuk. Köszönjük. Szép álmokat a nézőknek is. Viszontlátásra, viszontallásra.